Kedden megnyitott a kapuit a Marosvásárhelytől Marosvásárhelyig nevet viselő festészeti kiállítás a Kultúrpalotában. A Szepesi László gyűjteményéből kikerült festmények 37 festő és grafikus életművének egy részét képezik. A munkák a 20. századi marosvásárhelyi művészeti korszakokat, törekvéseket idézik fel. A Marosvásárhelyi művésztelep fő alkotóitól láthatunk szebbnél szebb munkákat, ami tényleg a gyűjtőnek, Szepesi úrnak a nagyon jó ízlését, az ízlését mutatja be. Hát most itt ebbe a teremben, ahol állunk, csak pár név: Szécsi András, Porzsolt Borbála, Balázs Imre, Ugi István. Itt vannak olyan művészek, akik teljes mértékben Marosvásárhelyen élték le az életüket, de olyanok is vannak, akik külföldön. Édesanyám Józsa Nemes Irén festőművész volt, és külön öröm számomra, hogy tavaly volt 18-ban a 100 éves születésének a 100 éves évfordulója, tehát tavaly ősszel lett volna 100 éves, és most ez külön öröm, nagy-nagy öröm, és nagyon köszönöm Szepesi Lászlónak, hogy megszervezték ezt a kiállítást, és így is emléket állítunk a Marosvásárhelynek is, a marosvásárhelyi festőknek, és külön öröm természetesen számomra az, hogy édesanyámnak is. Ennyi gazdag érték, ennyi szépség egybe tud kerülni egy képtárba, ez azt jelenti, hogy mi nagyon gazdagok vagyunk. Sőt, az az érzésem, hogy egy kicsit gazdagabbak vagyunk, mint amennyire mi tudjuk. A tárlat megnyitóján Mana Bukur, a Romániai Képzőművészek Szövetsége Marosvásárhelyi fiókjának elnöke köszöntője után Markó Béla költő nyitotta meg a kiállítást. Nem utolsó sorban közreműködött Kurta Kinga műsorvezető és Bogdán Zsolt színművész is. Kifejti meg hiányzó titkainkat. Kirakja össze, festi hű egészé, ki az, ki rajtunk majd felismeri egy ismeretlen mester kézvonását. A Kultúrpalotában található gazdag kiállítás október 18-áig látogatható. Marosvásárhelyének lenni itt, ebben a pillanatban annyit jelent, szeretni a művészetet, szeretni a marosvásárhelyi festőt.